Nemrég jelentették be, hogy új énekesnő veszi át Csobot Adél helyét az X-Faktor idei évadában. Adél mindössze egy évadon keresztül szerepelt a műsorban, ahol az együtteseket kapta. Sajnos jelentős sikereket nem tudtak elérni, sőt emlékeim szerint az egyik kedvenc együttesemnek is egy olyan számot választott, ami teljes zsákutca volt, ugye ez a Beneath My Skin volt, és egy olyan dalt kaptak a srácok, ami hát enyhén szólva sem sikerült jól, és szerintem ez is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy ők kiestek a műsorból, és ezért én annó emlékszem, hogy elég frusztrált is voltam. A srácokban volt potenciál, de Adél képtelen volt ezt kiaknázni sajnos. Minden esetre az X-Faktor szerkesztői is valószínűleg látták ezt a problémát, és mindenképpen azon dolgoztak, hogy ezt kiiktathassák, megszüntethessék a gyenge láncszemet. És ezt elsősorban azzal próbálták elérni, hogy a szabályt átírták, így tehát bármelyik versenyző kerülhet bármelyik mentorhoz, szóval nincs az a megkötés, hogyha te együttes vagy, akkor csak XY-hoz kerülhetsz, aki mondjuk lehet, hogy annyira nem is ért az együttesek mentorálásához. Ezzel tehát lényegében biztosították azt, hogy a tavalyi blama ne történhessen meg újra. Vagy legalábbis kevesebb eséllyel történjen meg mindez. És nagyon úgy tűnik, hogy Csobot Adélra sem volt szükség többet a mentor székben, őt ugyanis egy kárpátaljai énekesnő, Herceg Erika váltja. Nem cseng ismerősen a neve? Nos, ezzel nem vagytok egyedül, nekem sem csengett, és utána kellett néznem, hogy mit kell tudni róla. Erika ugyanis Magyarországon eddig nem igazán volt ismert, de most nyilvánvalóan az X-faktoros szerepléssel azért rendesen szerez magának majd hírnevet. Egy ukrán tehetségkutatóban fedezték fel, ahol aztán a Viagra formáció tagja lett. Erről pedig azt kell tudni, hogy folyamatosan cserélődnek a tagok, akiket lényegében X-faktorhoz hasonló tehetségkutatókban válogatnak ki. Később Erika az együttes új tagjait készítette fel különböző koncertekre, ezzel tehát kvázi mentorálta őket. Innen származik tehát a tapasztalata ezen a téren. 2020 óta pedig a szóló karrierjét építgeti. Mivel nem magyar nyelvű számokat ad elő, így elég kevés esély volt arra, hogy Magyarországon népszerűvé és ismerté váljon, eddig. De nem is feltétlen volt szüksége a magyar ismertségre, hiszen Európa több városában is koncertezett már korábban. És hogyha egy picikét visszaemlékeztek az első X-Faktor évadra, akkor az ott szereplő Malek Miklós sem volt ismert itthon, mert Amerikában producerkedett. Tehát az a tény, hogy nem cseng ismerősen Herceg Erika neve, az nem jelenti egyből azt is, hogy egyáltalán nem ért a rábízott feladathoz, ahogy ezt annak idején Miklósnál is láthattuk. Persze, aki akar, az beleláthat ebbe a döntésbe aktuál politikai aspektusokat is. Mert hát éppen az orosz-ukrán háború kellős közepén pont egy kárpátaljai énekesnőt választanak mentornak. Aki akarva akaratlanul is, de képes lesz majd fokozni a drámát a saját története kapcsán. Tudom, hogy ennek van egy kis összeesküvés elmélet szaga, de gondoljatok bele, az RTL Klub mégiscsak egy kereskedelmi tévécsatorna, ahol a nézettség a lényeg. Tehát nézettség minden áron, ebből jön a bevétel, és ez az alapelv, amely alapján műsorokat gyártanak. És nyilván jót tesz a nézettségnek egy kárpátaljai énekesnő egy háború kellős közepén, ami éppen ott is zajlik. Száz szónak is egy a vége, akit érdekel Erika munkássága, az könnyen rálelhet, mert van saját YouTube csatornája is, ahol az ő dalai kerülnek feltöltésre. Én minden esetre innen is sok sikert kívánok az X-faktoros mentorkodáshoz, bár kötve hiszem, hogy Erika nézni fogja ezt a videót, vagy bárki is nézi ezt a videót az RTL-től, de ettől függetlenül én sok sikert kívánok. Reméljük, hogy jobban beválik majd az X-faktornak, mint tavaly Csobot Adél. Karrier szempontjából látszólag mindenképpen túlmutat rajta, hiszen Adél mit is tudott felmutatni egy X-faktoros szereplésen és egy híres és sikeres RTL-es műsorvezető férjen kívül? A kérdés költői természetesen. Végezetül pedig nem maradt más, mint hogy megkérdezzem,
Ti mit szóltok az X-Faktor új mentor hölgyéhez? Fejtsétek ki a véleményeteket a komment szekcióban, ne tartsátok magatokban. Ha pedig tetszett a videó, akkor azt se tartsátok magatokban, és csapjatok ki egy lájkot, és iratkozzatok fel, hogyha nem szeretnétek lemaradni az elkövetkezendő tartalmakról sem, többek között az X-Faktoros kontentekről sem. Én nem az a srác voltam, és nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, hamarosan újra találkozunk, és ezt még mindig nem fenyegetésből mondtam. Sziasztok! Legyen a téma az utóbbi tetszett, iratkozz fel, a csengőt fejed meg!